Bár az adventi falu hangulatos forgatagát a járványhelyzet miatt mellőzniük kell azoknak a karcagiaknak is, akik Szolnokra a Kossuth térre látogatnak ki. Viszont megcsodálhatják az ország legnagyobb adventi óriás koszorúját. Ribár Zsuzsától megtudtuk, a téren felállították az óriás fenyőfát, az impozáns adventi koszorút is. A súlya közel 1 tonna. Az ország egyik legnagyobb adventi koszorúja, amely több napon keresztül készült, 4 fajta fenyőből, közel 60 kiló drótot használtunk fel, 100 méter szalagot, és természetesen arany és piros színek, színes díszek veszik körbe toposzokkal, tehát közel 100 pici kis dísz van az adventi koszorunkon. Mindenféle fajta fenyőből, szinte mindenféle fajta zöld megtalálható rajta, hiszen azt gondoljuk, hogy tényleg ezért is olyan szép, meg ezért olyan kis dús is, tehát az ezüstfenyőtől, a normand fenyőtől elkezdve minden található benne. Igazából az előkészületek során ugye ennek van egy fémváza szerkezete, amit ugye minden évben azért átvizsgálunk, megnézünk, ezt egy fél nap alatt a kollégáink kipakolták, és maga a feldíszítése az, ami azért egy ilyen másfél napos munkafolyamat, ahol több hölgy körbe díszítette a koszorút. Volt, aki Budapestről jött megnézni a látványosságot. Nagyon szép, ízléses. Én minden alkalommal meg szoktam nézni a szolnoki pátriámba, amikor hazajövök, úgyhogy ezt ki nem hagynám. Állítom, hogy fönn, bár komparatív jelleggel mondván a Vörösmarty téren sokkal kevésbé üti meg ezt a színvonalat, ami a szülővárosomban van. Gyerekek örömére pedig a kivilágított jeges medvét és a pingvint is felállították.